Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor nézik a heti Libazsit. Fodor János kollégánk a vendégünk, azzal kezdte az alapító tulajdonos főszerkesztője ennek a televíziónak, Brajer Péter, hogy már megint a Fodor, mert állandó bérlete, melyik kötök szerelmes belé? Mondtam, hogy mind a ketten szerelmesek vagyunk belé, de nem ezért hívtuk, hanem azért, mert 70 éves, és ezért harmadszor is meghívtuk. Vedd el azt a poharat szeretjük. Tőle, légy szíves, jó, vedd el. Elveszem tőle, és akkor... Add ezt oda helyettem. Ezt küldjük neked. Alkoholmentes pezsgő, mert tudjuk, hogy vezet. Isten éltesse, meg Fodor. Azt is tudhatod, hogy nagyon-nagyon ritkán iszom alkoholt. Sőt. És az alkoholmentes. Fantasztikus. Köszönöm. Ez alkoholmentes. Szuper jó. Azt mondjuk, hogy Isten éltesse. Hát persze. És azt is mondjuk. És nagyon örülünk, hogy már végre hozzánk öregedsz, mert már kicsit untuk, hogy 60-valahány vagy csak. Igen, igen. Arról van szó, hogy szeretjük a 70 pluszosokat, ez valószínűleg látható a rajtunk. És most már rajtad is remélem, bár abszolút olyan vagy, mint amilyen szoktál lenni. És amikor legutóbb itt voltál, mert vettem a fáradtságot, és megnéztem, hogy nehogy még egyszer ugyanarról beszélgessünk, akkor én nagyon kivoltam akadva azon, hogy van egy sikersorozatod, a negyedik negyed, amiben az ilyen öreg emberekkel, mint amilyenek mi vagyunk, beszélgetsz az életükről, és próbálod iszonyatosan megkeresni a vigaszt, vagy a kapaszkodót, vagy nem tudom micsodát, az, hogy élni jó, meg még tart ez még egy csomó ideig, ez az egész. Nem vagy kell, nem. Vagy nem. Azt akartam kérdezni. Megrázott ez a 70-es, az mit jelent neked, bébi? Nem gondoltam még át, derült égből a nem is érdemes. Az a probléma, vagy nem probléma, a szerencse, ami egyébként nem csak nekem adatott meg, hogy az én kép, ez nem öregszik. Tehát, hogy a test igen, meg száz és ilyen magas, szőke, kék szemű hercegnek látod és magad. És soványnak, dúshajúnak, igen, és még bajusz nélkülinek, igen. És hát persze az se fehér. Figyeljetek, nincs mese, hát nem kell az idővel foglalkozni. Egy foglalkozik dolog, az velünk éppen eleget. Meg mondjuk ti az én időmmel most, igen. Egy dolog rossz, az biztos, hogy nagyon rossz. A napokban ülök a stúdióba, épp beszélgetést készítek amúgy Beregi Péter barátommal, mindegy, ő is már egy idősebb ember, és egyszer csak felvétel közben, azért is adjam itt a telefonomat, látom a legfrissebb hírt. És azt mondja, hogy a Szegő Andris meghalt, jön nekem a hír. És akkor úgy belém nyilalt, hogy macska csípje meg, egy korosztály vagyok, veletek is, vele is egy voltam. Nem lehet tudni, hogy mennyi van még, de az, ami van, azt jól kell megélni. Sok hallottunk van, kollega. Igen. Ez egyébként ezt a borzasztóságot, minthogyha napok alatt kezdene megérni, ez nem tartozik egy születésnapi műsornak a hangulatához. De, hogy a Szegő meghalt, az engem is annyira földhöz vágott. Engem is. A Szegő egy nagyon speciális ember volt, mondom azoknak, akik személyesen nem ismerték, de a Nőklapjában biztosan olvasták az interjúit, meg hát mindenféle heti és havilap szerte publikált. A Szegő a legjobb interjúkészítő volt, ezt simán mondhatom most, hogy megvan. És aki úgy csinált interjút, hogy ült és dumált valakivel, közben nagyon gátlásos volt. Nagyon... Egy párnát ide rakott, mikor nálam volt, és ezt a párnát szorongatta a hasán, végig. Igen. Az ember félig meddig bolondnak gondolta, mert úgy viselkedett, közben pedig hihetetlen tudású volt, mindent tudott az operáról, általában a kultúráról. Sportról, mert boxoló box is volt. Kommentátor volt, az első ilyen televíziós találmány volt a Szegő, hogy outsiderként odaengedik. Úgy értem, hogy outsiderként. Kommentátor volt. Nem volt. És mindig szerelmes volt. Claudia Cardinale, Sofia Lorenben. Hát, és hogy telefonált? Mindenki. Marlon Brando vagyok, mondta. Humphrey Bogart, soha nem mondta, hogy Szegő, de hát lehetett tudni. És mindig emlékezni fogunk rá, ebből ez következik, és nagyon fáj nekem, hogy most már ő is egy hivatkozási alapvá, meg anekdotává változott, és egyre többen a mi korosztályunkban. Igen, szóval egy születésnapi beszélgetést egy bizonyos életkoron túl veszélyes megcsinálni, mert átcsap emlékezésbe, átcsap nosztalgiába. Emlékszel még, amikor vittem a táskádat a Magyar Rádióba mindig? Emlékszel, ahogy együtt amikor dolgoztunk? Amikor cipőt vettünk, mármint én, igen, te megkísértél. Igen, igen.
Emlékszel, amikor... Emlékszel, amikor Ney megette a maradékomat, és te pedig ezt szóvá tetted? Igen, szóval, hogy amikor, hogy mondjam, ilyen gazdag múltunk van, akkor óhatatlanul fátyolossá válik a szemünk, és azt mondjuk, hogy de jó volt, de szép volt, de mindez nem érdekes. Nem lehet, hogy az a baj, hogy még itt vagyunk? Már nem úgy értem, hogy még élünk, hanem hogy még nyomjuk ezt az Nem, hát az ember a saját... Egyfelől a közönség eldönti nyilván, majd nem néznek, hogyha már nem szeretnek. Azt gondolom, egy gombot egyszerű megnyomni. Másfelől te is eldöntöd majd, hogyha már unod, hogyha elfáradtál, hogyha ha nem találsz benne örömöt. Az élet arról szól, szerintem legalábbis, hogy próbáljunk létrehozni valamit, de csak addig, ameddig az nekünk jó. Ez egy nagyon önző műfaj. Amikor testnevelő tanár voltál, akkor már tudtad, hogy az nem a vége a pályádnak, ha... Egyáltalán mikor döntötted el, hogy te tévés, vagy rádiós, vagy újságíró? Van valami nevezetes pillanat? Igen, a Testnevelési Egyetemen döntöttem már el, amikor oda jártam még, ugye, vagy akkor főiskolának hívták, csak egyetemi rangú volt, és a belépés nem csak Tornacipőben című műsor kipattant, és ez megvalósult már főiskolás koromban a Magyar Rádióban, és akkor én már gondoltam, hogy ez lesz a pálya. Én összesen... De mi, bekopogtál a rádió, hogy jó napot kívánok? Hát volt barát, ismerős, és aztán érdekes módon, amikor kopogtam, akkor egy, nem mondom a nevét, mindegy is, írtam egy levelet, hogy szeretnék itt külsőzni, dolgozni, nem tudom, sportosztályvezetője volt akkor, és kaptam egy választ, hogy olyan rossz a hangom, hogy ez kizárt dolog, nem soha életemben nem beszéltem. Vittél hangot? Dehogyis, soha nem beszéltem az emberrel, soha nem látott, soha nem hallottam, nem beszéltem mikrofonba előtte. Nem hívtad föl telefonon, csak írtál. Na mindegy, ez egy kapu volt, az az igazság, és ott én már azt gondoltam. Utána hogy... elmondtad neki később, sokkal nem, később, soha? Nem, soha. Szembesítsem a hülyét a hülyeségével, hát reménytelen. Bocsánat, azt hiszem már nincs az élők között. Majd megbeszéljük kint. Igen, hogy... hallott róla jót vagy semmit, nem is ez a nagyon fontos. Az akkori nagyon erős csapat, Knézi, Novotny és a többiek befogadtak Radnóti, tehát ott egy nagyon erős csapat működött. És te ott kezdted, mert mi a közös múltunk a Krónikánál kezdődött. Én akkor még csak az évfolyam társaimmal együtt biztosítottuk magát a játékot. Kitaláltuk, lebonyolítottuk. Tehát ezeket a nagy tömeg... Nem csak törnöz, ezeket a nagy tömegrendezvények... Ez egy vetélkedő volt. Hát nem, nem vetélkedő volt, hanem egy olyan sportesemény, tömegsportesemény, vagy mondjuk egy példát mondok neked, kihívtuk akkor a város... verseny, de valami verseny. Kihívtuk a Városligetbe a sok-sok embert, mondjuk Kőbáritával, akkor ott lehetett csónakázni, és ott nem tudom, versenyeztettük az ott lévő embereket, meg mókákat. Na, hát ez én nem tudtam, feladat. Hogy ez hozzád fűződik. Hát hozzám is legyek szerény, mert nyilván összemosódnak már itt a dolgok, hogy kinek mi az érdeme, de nem fontos. A dolog lényege, hogy én akkor már éreztem, hogy az edzősködés nekem jó, finom, de csak mellékesen, másodba. Egy évet tanítottam összesen, és emlékszem, hogy kétségbe voltam esve. Gimibe? Nem, egy sporttagozatos általános iskolában, és emlékszem arra, hogy akkor én úgy éltem meg, gyerekek, hogy itt csak a klímax és a halál közötti nők vannak ebben az iskolában. Hát nincs okunk megsértődni, hiszen fiatal, hol van már az a klímax? Egy fiatal ember voltam, és volt azt hiszem 54 nő, meg egy politechnika tanár, meg én férfi, szóval rettenetes volt. És akkor azt mondtam, hogy ez nem biztos, hogy az én világom. Elmenekültél a női túlsúly elől, vagy mi? Vagy a Deutsch gyerekek elől, mert oda jártak, tanítottam is őket. Tényleg? Igen. És megmaradt az ismerettség később a híres politikussal? Hát, mondta neked, hogy Fodor tanár úr? Igen, ő tudja, hogy én ki vagyok, és én tudom, hogy ő ki, de az ismerettségét befejeződött. Az apja egy nagyon helyes ember volt, meg a mamája. Nyilván most is az. Nem, sajnos már nem élnek. A méhvállalatnak volt a vezérigazgató, azt igen. Hiszem, igen, a Deutsch papa. Nagyon helyesek voltak. Egy tehetséges magasugró volt a kisebbik Deutsch. Na jó, nem is ez a fontos, az a fontos, hogy nekem ez egy nagyon rövid időszak volt az életemben. És mikor vettek státuszba? Én jelentkeztem, egy riporter, nem kerestetik, a Magyar Rádió indított egy ilyen ifjúsági stúdiót. Riporter képzés volt, valami ifjúsági stúdiónak hívták. És rögtön már a TF alatt jelentkeztem, de azonnal elutasítottak, milyen világ volt.
hogy ebben az évben csak fizikai dolgozók gyerekeit vesszük föl. Olyan. És én nem fizikai dolgozók gyereke voltam. Ha nem, kinek? Hát szellemi dolgozók. Az jó, de mit csináltak a szüleim? Az anyám, az édesanyám az a Műszaki Egyetem filozófiai tanszékét vezette, és jövőkutató volt. Apám abban az időben szerintem vagy tanított, vagy újságot írt. Azt hiszem, még újságot írt. De lehet, hogy már tanított szociológiát. Ő a Népszavában dolgozott, meg a... Hát nem fizikai munkások voltak. Igen, az egykori Magyar Nemzetnél. Jó, ez másodlagos kérdés. És másodjára vettek föl Havas Erikkel. Emlékszem, hogy 700 ember jelentkezett, és 11 valamennyit vettek fel. Ketten maradtunk meg a rádióba. A Erik ment hírszerkesztőnek, én pedig oda mellétek. Krónikában. A Krónikában. Mert én ugyanott végeztem előtted 2 évvel, de akkor szó nem volt ilyen fizikai munkásokról. Igen, ez így volt. És akkor én megragadtam a Mestervet fel 1975 vagy 76-ban, úgy emlékszem. És a mester azt mondta, hogy nekem a tanári fizetésem osztályfőnöki pótlékkal akkor volt 2200 forint. És 1850-nel vettek téged is föl, mert a kezdőket annyival vették föl. És mondom, hogy hát igazából annyit nem lehetne, azt mondja a mester, nem. És egy évben megmondom, hogy elmész-e innen vagy sem. Pazar. Mert ha beválsz, maradhatsz, ha nem, nem. Még nem tudom megítélni. Vállalod vagy nem, nekem akkor már gyerekem volt, ugye emlékszem. És akkor azt mondtam, hogy jó, gyerünk. Igen, ez nagyon, nagyon spártai kezdetnek tűnik, de aztán egyrészt ott maradtál, másrészt mellé a fizetés mellé, ami most szürreális, de hogyha százas szorzóval számítjuk, akkor mondjuk 180 ezer se lenne nagyon sok, nem tudom hány szorzóval kellene. Nekem 1500 forint volt, azt hiszem. Na, hát nekem meg 1877-ben. Igen, ilyen árak voltak. Hát meg lehetett belőle élni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hát hogy nem sírom vissza azt az időszakot, de hát nagyon fiatalak voltunk, megéltünk belőle. Két ember, ha keresett 1500-1600 forintot, akkor abból meg tudott. Hát meg ne felejtsd, hogy a gyerek holmik dotáltak voltak, tehát egy csomó minden olyan volt, ami... És a 35-ös lábú nők, csak azért mondom, mert ez egy vidám, locsogó műsor, gyerekcipőt is tudtak venni maguknak, gyerekáron, mint például én. Mert gyerekáron voltak a gyerekcipők. Igen, olcsóbbak voltak jelentősen. Ugye. Te figyelj, és nem nyomasztott az, hogy a sporttal akartál foglalkozni, és a belpolitika kellős közepébe röppentél? Nem, nem tudom, hogy te emlékszel-e arról, hogy én akkor még ilyen lelkes emberként létrehoztam, hát ez is milyen világot éltünk, egy tornatermet. Hát igen, hogy jártak oda tornázni? Az olasz épületbe, és hát az a egy Pollák. Igen. És az egy legendás történet jó volt. Jó magam is jártam hozzá. És fizettek neked? El is voltam állva. De hogy fizettek. Egy szaunát és egy tornatermet kibrusztoltam. És mint az őrültek, elkezdtek a rádiósok járni. Őrültek, mint a nagyon jó emberek. Egy nagyon komoly nagy társaság volt, és az egész a rendszerváltásig öröm volt oda belépni, és a rendszerváltás ezt is szétdobta. Egyszer csak jöttek a MDL, ez az, a beszekedések. Tényleg? Az nem volt meg nekem. A rendszerváltástól ment szét. Bencsik úr vált, ő volt a legfőbb... Harsányan politizált a tornaterem? Ő kezdte, igen. Érdekes. És hát mindegy, ez is látszólag személyeskedés, de nem a személyéről igen, van szó. Igen, tévében mert... onnan lehetett tudni a rendszerváltást, hogy régen lementél az étterembe, és ahol hely volt, leültél. Igen. És aztán jött a rendszerváltás, és vagy nem fogadtak volna be, vagy te magadtól nem ültél oda, és így szépen szétszakadt. De egyébként az étteremben, a rádióban nem volt ilyen, szerintem. Nem, ott nem. Ott nem. Úgyhogy ez a tornaterem engem meglep, ezt most hallom tőled először, de azt akartam mondani, hogy én oda futólag jártam, és teljesen lenyűgöző volt, hogy te milyen tehetséges tornatanár vagy. Tehát, hogy az ember meg akarja csinálni azért, mert ráripakodsz, vagy azért, mert úgy mondod, ez nagyon ritka adottság. Nem mondom, hogy tehetségesebb voltál, mint újságírónak, de hogy nagyon jelentősen fejfej mellett haladtak a szkillek. Profikkal dolgozzon az ember, és egy pillanatig nem. Barátokkal. De egy pillanatig nem tudsz nyugton maradni. Ugye van olyan, hogy semmit se csinálsz, csak lógatod a lábad, mert most is rádiót csinálsz.
Nem. Van olyan, hogy egyszer csak úgy nézel magad elé, inkább ehhez kapcsolódóan kérdezzük már meg, hogy melyiket tartja ő a saját sikerkorszakának. Mert azért az, hogy valaki létrehozott egy működő rádiót most már 9 éve, ugye? Még nincs 10. Igen, 9. Hát azért az nem egy akármilyen. Az ingyérbe, tehát hogy senki nem támogatja. Erre, hogyha... Tehát a... Bézs rádió, mondjuk Bézs. Bézs rádió, és... Az első internetes rádió között volt, nem tudom, hogy első volt konkrétan. Benne voltam az elsőben is, az a Pop Tarisznya, ami működik még most is. De hát a Zömmel Zenei Rádió, nekem van egy dumás műsorom benne egyébként Zömmel Zenei. Mi a neve? Pop Tarisznya. Ja, Pop Tarisznya. Béthold Lacival, az idősebb ennél. Igen, volt a Pacsirta Rádió, és sikeres korszak az nagyon sok van. Fontos dolgot kérdeztél, hogyha ilyen számvetés ideje Kati van. Kati kérdezte. Bocsánat. Itt mindenki Kati. Egyet értek vele. Mert ugye a legnagyobb siker, amikor az embernek gyerekei születnek. Az egy csoda. A rádiót én boldogan éltem meg, mert iszonyú sokat tanultam, és nagyon... Tehát az a millió, ami a pagodában volt, ami a rádióban volt, az nagyon sokat adott nekem. Én ott egy szürke eminenciás voltam. Én nem voltam ott egy befutott sztárriporter. Szerintem egy társaságban voltam. Egy társaságban voltam, de én nem vezettem, de Déli Krónikát vezettem. Igen, nem vezettem műsor, csak a leghallgatottabb, konkrétan a leghallgatottabb műsorában. De boldogan álltam sorba a 168 óránál, hogy leadjam az anyagomat a sportosztályon, a később a Petőfi Rádióban. Tehát a rádiós korszak az egy nagyon csodálatos időszak. De a tévé hozta el igazság szerint azt a korszakot, ami ismerté. Tehát jól lehet, amikor az acélbandiék átvettek, amikor kirúgtak a rádióból, akkor én arc nélkül dolgoztam a híradóban végig. Mindenki arc nélkül dolgozott. Nem, mert azért látszódott, amikor valaki egy interjút csinált, az arca nem volt tiltva, az enyém igen. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Miért volt tiltva a te arcod? A pletyka szerint a Kádár Jánosné azt mondta egyszer, hogy ki az a szőrös pulóveres, nem akarom látni, hogy ez igaz vagy nem tudom, de tény, hogy... A Györfi szőrös pulóveres volt, Györfi Miklósról beszélünk, aki egy nagyon komoly pályatársunk volt. Igen. Az igazság az, hogy ő nem híradózott, tehát lehet, hogy a Kádár János onnan nem tudta kitiratni. Hát ez egy más, a Györfi később jött ilyen szempontból a tévébe. Na mindegy, és akkor, amikor a TV2 létrejött, tehát amikor megint egy rendszerváltást létrehozott valamit, és engem a híradóból is kirúgtak. De a TV2 az a TV2, ami a Magyar Televízió, belül így van, kvázi egy önálló... Igen, ne a mostani TV2-ös kereskedelmi tévére. Ott megint született egy új világ, mert ugye épp a reggeli televíziós, és a Katival együtt, főként ő persze, de én is, hát akkor lett először reggel hírműsor. Nem volt délelőtti televíziózás, azt ki kellett találni. Emlékszem, amikor nekem mennem kellett a iradótól, akkor a Baló Gyuri, hogy még egy kollégáról beszélünk, aki már nincs velünk, és a Horváth Jancsi, a Baló és a Román Péter, ők voltak ennek a vezetője. Meg a Born Ádám. Mint rendező, igen. Igen. És akkor lementem, hogy én szeretnék ide átjönni, és a Balló azt mondja, így rám néz, nem volt előtte soha dolgom vele, gyere be, bemegyek, elővesz egy A4-es papírt, aláírja arról, és azt mondja, tessék, mondom, mi ez? Azt írsz fölé, amit akarsz. A Balló akkor nagyon nagy csávó volt. Záróra, nem tudom, sok minden. És akkor én fölmentem, akkor már hangkis elemérek voltak, és fölmentem ezzel az üres papírral, és azt mondtam, hogy azt is írhatnám ide, hogy a Balló azt kéri, hogy hadd vegyen át. Mi lenne, hogyha én átmehetnék oda? És így kerültem a kettes csatornába, vagy az MTV2-re, ahol Kudlikkal és a többiekkel délelőtti televíziózást tanulhattam meg, tehát a szolgáltató televíziózást. És azt hoztam tulajdonképpen meg az arcomat, akkor indult a Csevegés. Na, a Csevegés című sorozat, azt gondolom, hogy az egy ilyen sikerszéria. Portré. És a Vitrei után először mert valaki valami más olyat csinálni, ami... Személyes típusú beszélgető. És egy új képi világ volt, és élő volt. Szóval arra büszke vagyok. Volt egyébként neked a híradónál is egy specialitásod, amit itt vagy elfelejtettél már, és én emlékszem,
ami elég egyedi volt, és egy darabig azt is hittem, hogy ez egyáltalán nem hírszerű, jegyzeteket csináltál, szociójegyzeteket, picikéket, ilyen 1-20-as, 1-20 másodpercben jelenségeket mutatott meg, és foglalt össze, és hihetetlenül egyedi volt, tök műfai idegen volt, de az Acél Endre az volt annyira, hogy mondjam, kísérletező kedvű, hogy ezt nem hogy engedte, hanem szerette és támogatta, és hogy az emberek nagyon ráharaptak erre. De volt más sikeres műsor, amit a Sándor Erzsivel vezettél, ott voltam is vendég nálatok. Az még a Magyar Rádióban de van, ez nem a televízió. De jó, csak hogy a rádió sikere. Szombat délelőtt. Parti. Igen. Annak, na, itt elmondok egy érdekes sztorit, hát, hogyha érdekli a nézőt, hallgatót, hogy egy kísérleti jelleggel én a rádió vezetés elé álltam, és azt mondja, hogy adjanak nekem 2 órát szombat délelőtt, én fizetem a dolgozókat, és adjanak ebbe amennyi reklámidőt, akkor a törvény előírt, azt hiszem, hogy óránként 3 perc volt, hogyha jól emlékszem. És nagy nehezen, egy nagy alkú folyamatom, hogy kísérleti jelleggel beleláthattok minden bevételbe, hogy hogyan lehet ezt csinálni. És az első negyed évben több bevétele volt ennek az egyetlen egy 2 órás műsornak, ami szombat délelőttönként ment, mint a komplett Petőfi Rádiónak. Tehát, és azokat bebizonyosodott, hogy valaki valamit rosszul csinál. Hát meg is szűnt. Fodor az első kapitalista rádiózás történetében. Meg is szűntem, de szerettem, sikeres volt, igen. Az egy jó kedvű, jó pofa. Voltam vendég nálatok, és emlékszem, hogy nagyon jól éreztem. Ez például siker, azt kérdezitek, mi a siker. Az, hogy a Sándor Erzsi, vagy Jakubcsek Gabriella, vagy nevezhetnék, vagy mondhatok sok nevet, hogy az én segítségemmel kerül először adásba, élő adásba. Tehát, hogy segítesz. Menedzseltél másokat. Hogy beemeltem, azért valaki mellett biztonságosabb egy műsort csinálni, mint tök egyedül beleugrani a mély vízbe. De emlékszem, a Magyar Rádióban az első élő műsorunk Havas Erikkel volt. Sose felejtem el a történet, szerintem izgi. És ő még akkor annyira félt, hogy nem mert mikrofon mögé ülni. Tehát volt ott, ilyen, hogy Erik valamit nem mert? Ó, szerkesztőként. Munkamagazin, ezt szombati. Ez volt a műsor kitalált címe, mert mondtuk, tutit kell csinálni, a munkával minden eladható, munka vörös zászló érdemrend, munka ebéd, nem tudom én. és hívjunk meg tuti embereket, Sugár, egy nagyon neve, híres. Sugár András, aki a május 1, a munka ünnepén, nem tudom én. A Telekomon Sugárról beszél? Nem. Nem, a Sugár András, a külpolitikai újságíró. Ja, persze, tudom, hogy ilyen is volt. Robert Laci, nem tudom én, tehát csupa olyan nagyon nagy ász hívtunk is. Az első vendég ki volt? Létrai Tamás. És 10 óra kezdődik, hát a zapszem nem fér, természetesen életemben először csinálok ilyen műsort. Erike, lefőjárunk a stúdió előtt, és Létrai sehol. És meg fog haragudni rám, hogy elmondom ezt a történetet, és lehet, hogy ő másképp emlékszik rá, de esküszöm, hogy igazat mondok. Létrai sehol, műsor elkezdődik, én bemegyek. Mi történik? Hát nincs itt a vendég, tehát minden összeomlik, nincs vendég még a következő 15 percre, nincs ott senki. Nem tudom, hogy mi történt, hogy éltem túl, de túléltem ezt az időszakot. Kitámolygok az első zene alatt a stúdióból, és jön be a Vitrai a pagodába. Mondom, mester, elkésett, hát ez... Ja, és kérdezem, és hát hol volt? Elkésett, hogy hol voltam? Hát itt ültem a kocsimba. De miért? Hát csak meghallgattam, hogy mibe ülök be. És nem ment be. Hát késve jött be. Jó. Hát ez ihetetlen. Igen. És azóta is, hogy mondjam, én nagyon sokat tanultam a Tamástól, és nagy tisztelettel vagyok, hát a legnagyobbak egyike, lehet szeretni, nem szeretni, nem tudom én, de tagadhatatlan. Hát simán csak a legnagyobb szerintem. A magyar televíziózás legnagyobb alakja, így van. Legnagyobb, hát, és szeretem. Legnagyobb, és te is szereted. Hogy ne szeretném, persze. Igen. Sok sebet osztott az érő sokaknak, de hát tagadhatatlan érdemei vannak. Na, valamennyien sok sebet osztottunk. Te mondjuk egy ilyen szelid csávó voltál, nem cirkuszoltál soha, úgy emlékszem, és ilyen vezetésre alkalmas alkatú is voltál. Nem csoda, hogy aztán végül is csináltál magadnak mindenféle önálló egységeket, mint a Pacsirta Rádió. Érdekes, televíziót nem csináltál, mert azt egy kicsit nagyobb neki futás, hát összehozni, meg, mi?
Igen, ugye azt hiszem, hogy az én erősségem a semmiből csinálni valamit, tehát televíziós pénz kell. Hát és úgy tud kérni, igen, hogy nem lehet nemet mondani. Ez a szelítséghez hozzátartozik, hogy ugye a Bécs Rádiót, akik csinálják, köztük én is, egy fityinget nem kapunk ezért, de hát én nem merném azt mondani, azt merem neki, hogy nem megyek az értekezletre, mert fáj, de az, hogy nem csinálom, hát hogy jövök én ahhoz, hogy a Fodornak azt mondjam, hogy nem. És egy fontos dolgot hadd mondjak el nektek az életemből. Most szóval például arra toborozza a népet, hogy ki kell takarítani a stúdiót, ő is megy takarítani, és akkor ők együtt, akik jelentkeznek, takarítják a stúdiót. Szóval hihetetlen, hogy az energia dömping, ami benne van, azt nem nagyon értem, de hát lehet, hogy 71-től ez megváltozik. Lehet, igen. Most takarító ember lesz egy kicsit. Szóval miért csináltad a Bést, meg előtte még a Pacsért? Tehát a Pacsért a politikai helyzetben volt egy politikai tartalmat csináló rádió, aznak vége lett, nem te miattad. Igen, de az eleje fontos. De miattam amúgy. Az eleje fontos, hogy akkor én úgy éreztem, hát sajnos ma is, hogy azért majd mit mondok az unokámnak, hogy én mit csináltam annak érdekében, hogy nem. Abba is benne voltunk, hát oda is mentünk. Tehát az egy morális, erkölcsi kérdés volt számomra, hogy kell csinálni egy olyan rádiót, ami nem elkötelezett, de objektíven próbálja bemutatni az akkori politikai és gazdasági helyzetet. És ami a legnagyobb szakmai elismerés volt eddig életemben, az az, hogy akkor, akiket én fölhívtam telefonon, akik a Lipovesztől, a Mester Ákosig, a Szegváritól, tehát mindenki, mindenki a Kisfodorhoz, már bocsánat, de én sokáig úgy éreztem, nem jó szó, hogy Kisfodor, de hát nem, azt gondoltam, hogy a nálam idősebbek, meg akik már nagyon sokat letettek az asztalra, hogy jövök én ahhoz, hogy én diktáljak. És mindenki igent mondott. Pedig nagyon messzire kellett menni, és nem lehetett parkolni, igen, de mentünk. Az egy hőskor volt. Én mondtam, hogy ez egy választásig szóló rádió, volt kockázata, tudom, sok mindent tudok azóta is erről, de nem krimikerről akarok én itt beszélni. Azt én tudtam, hogy amikor a választásnak vége van, ezt be kell fejezni, mert nem erre szerződtünk mi, nem rajtunk múlott a választás, Jánosnak. Ez egy nagyon fontos dolog volt, büszkés vagyok erre, ennyi. És ott rájöttem sok mindenre, nevezetesen, hogy és akkor ez most messzire víz, de hát ez a mániám, hogy hiába megosztott ez az ország, nagyon megosztott, de nem azt kell keresni, ami szétválaszt minket, hanem azt, ami összeköt. Mert ebben nagyon sok dolog van azért. Hát olyan voltak benne, akik nem ilyen véresszájú bal vagy ja, jobb. Ja, persze. Hanem akik komolyan vették a szakmájukat. Nem, hát abszolút nem volt ott agitáció, meg elfogultság. És óhatatlanul ez a rádió besodródott egy ilyen ellenzéki, egy ilyen, nem tudom én, bűnös valamivé, aminek én nem láttam értelmét, azt gondoltam, hogy jó, meg 5 hónapig szólt ez a rádió, jól szólt, fontos volt, igazat mondott, mindenki ott volt, aki a magyar értelmiség szempontjából számít, majdnem mindenki. Nem értünk el eredményt, abba kell adni, széles szemben nem kell pisilni. Most miért rohansz a Bécsbe, mert lecsesztél, hogy azonnal menjünk be, mert te elkésel a Bécsbe. Mi történik, ha 5 percet késel? Nem lesz hát adás. Most az történik, hogy az egyébként általam nagyon kedvelt sportműsorunk, amit a Siklós Erik vezet, és érdekes Mizsér Attila, Isten tudja olvas, sokszoros bajnok, Tornyi Barnabás, Amerikában van, Erik akárhol, és úgy születik egy műsor meg, hogy mindenki másút van. De én vagyok benne a stúdióban. Nincs technikus, aki ezt összekösse, nincs technikus, aki lekeverje. Ezt is megtanultad? Muszáj. Ugye a legnagyobb baja a mi világunknak és a mi korosztályunknak, a 70-eseknek, az, hogy egy analóg világba születtünk, és digitális analfabéták maradtunk. Én nem, ilyen az én műsorom Nachingenben ott van Zubornyák, fölveszem a lakásomba, tovább küldöm Mammut-mailbe. Te meg én vagyunk a kivételek, de nagyon nehéz. Én vállalom, én digitális analfabéta vagyok. Most ez egy nagyon nehéz dolog, hogy minden rendben van a fejünkben,
tájékozódunk, még tudunk beszélni, és minden nevet nem felejtünk el, csak minden másodikat, de egy csomó dologhoz már nem értünk. És nekem ez egy nagy szellemi próba itt a rádióban, hogy a lehető legjobban felkészült legyek, idézélbe teszem, műszaki szempontból is. De hát akkor lett egy új szakmád, pénzért is tudnád már hasznosítani. Régóta mondom, hogy az nem ért hozzá, aki nem kíváncsi rá, igen. Mert ez olyan egyszerű, aki egy mobiltelefon tud, azt tudja a többi. Engem érdekel, mert én azért lettem tévés, hogy gyárakba menjek és gépek mellől tudósítsak. Akit nem érdekel, nem tudja, ha érdekelné. Nem érdekel. Tessék? Nem érdekel. Nem hát tudom. Ez jó, hát ez ugyanúgy vagytok a használt utasítással is. Úgy olvassátok, mint az egyetemi tankönyvet, a lényeget, pedig ott a hülyének step by step le van írva, ezért tudok én mindent beállítani, telefon, televíziót. Szóval a kérdésre a válasz, igen, azért megyek vissza, azért rohanok, mert dolgom van. Hát de ez innen két percre van, úgyhogy örök. Hála Istenem. De az, hogy dolgod van, az nagyszerű, mert hogy egyikünk sem bírja, hogy ne legyen dolgunk pillanatnyilag. Döntés kérdése. Egyfelül én mindig azt mondom, nincs benne persze igazam, hogy meghalnék, ha otthon kéne maradnom. Szép körülmények között lakom, nem vagyok elégedetlen, van egy kis kert, van négy unokám. Otthonról hozod a pénzt, ha éppen ki kell fizetni a bérletdíját a rádiónak. Igen. Hasznos tagja vagy a közösségnek. De az ember addig, ameddig tud valamit csináljon szerintem. Tehát most nem a gyerekek, vagy nem a unokáim, vagy nem a kert van a központban. Én autózom minden nap, bejövök minden nap, és amíg ezt anyagilag, erővel, meg egészséggel bírom, akarom is csinálni. Ez annyira vicces, hogy dolgozik minden nap, ameddig anyagilag bírja. Tehát, hogy ez a filozófiája a Bézs Rádiónak, hogy oda te beviszel, nem kiviszel onnan. Hát az egyértelmű. Tehát fizetsz a hobbidért. Engedjük el, mert le is járt az időnk, meg most már belépett a 71-igbe közben. Ja, kérdez, most már lekezelhetjük, mert már közénk tartozik. Zárszó, bébi? Hát nincs. Én azt gondolom, hogy minden ugyanúgy megy, mint eddig ment. És ameddig van jókedv, meg vágy, meg huncutság, meg értjük a viccet, addig tegyük a dolgunkat. És még egyszer, talán a filozófia az egyetlen egy, mindenkinek ezt javaslom, hogy egy életünk van, tehát, hogy nem kell odaadni másnak. Azt jól kell megélni, hát én próbálom. Kezdjetek el élni, mondta igen. A köszönjük klasszikus dalszerző. Köszönjük, és Brajer Péternek, a főnökünknek innen üzenjük, hogy mindketten szerelmesek vagyunk belé. Azért jöttett el a születésnapjára. És egészségedre a alkoholmentes pezsgőt. Egészségetekre, hajrá. Meg minden születésnapos egészségére. Liba Zsír, jövő héten is lesz, tudsz valamit? Hát hogyne, mindig tudunk mindent. Na, ki jön? Nem a Péter Finovákéva jön véletlenül. Jaj, dehogy nem. Hát is én hívtam meg. Péter Finovák Éva, mert kivételesen itthon vannak a férjével, és akkor gyorsan meghívtuk, mert őt is el lehet érni egy évben egyszer-kétszer. Úgyhogy nézzenek minket a jövő héten is, viszontlátásra!